Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Mielőtt rátérnék a napirendi ponttal kapcsolatos mi hazánkos álláspontra, hadd jegyezzem meg, hogy szokatlan vehemenciát és még szokatlanabb agresszivitást tapasztalok Vejkei bizottsági elnök úr részéről itt az ellenzéki kritikákkal kapcsolatban, és egy dolgot azért fontosnak tartok tisztázni. Remélem, hogy csak félreértés, elnök úr, de ha nem, akkor jobb, hogy egyenesbe tesszük, vagy tisztába rakjuk, hogy ne keverj össze, és nem most egybe véletlenül sem. Tehát kerüljük a legkisebb félreértésre a tekintetben a baloldali ellenzéket és a Mi Hazánk mozgalmat. Tehát minden szempontból óriási különbség van, csak az ön ellenzéket támadó, viszont kritikai megjegyzéseiből úgy tűnt, mintha ez nem lenne elég világos az ön számára, és attól, hogy egyébként elég erős kritikákat kell megfogalmazni, szerintem csak színvonalasabb lesz a vita. Ne haragudjon, de azok a kenetteljes és egyoldalon a hizelgő megjegyzések nem szolgálják a magyar igazságszolgáltatási rendszer reformját és fejlesztését, és ne tegyünk úgy, és aztán mondom mindenkinek, mintha minden rendben lenne. Hát amikor itt hallgattuk a OBH elnök beszámolóját, feltételezem egyébként a legfőbb ügyészi beszámoló is azon a síkon fog haladni, az a téves elképzelésünk alakulhatna ki, mintha ez a létező világok legjobbika lenne, itt svájci órami pontossággal működik a magyar igazságszolgáltatás, nincs semmi látnivaló, minden nagyon rendben van, a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket, polgári ügyszakban és minden egyéb ügyben igazságos ítéletek születnek, hát messze nem így van, tisztelt hölgyeim és uraim. Hát lehet, hogy ez a rózsaszín álomvilág az önök számára, és az önöket érintő ügyekben önök ezt így érzékelik, de ez nagyon messze áll a valóságtól. Lehet, hogy Budapestről így tűnik, vidékről abszolút nem így látszik. És mindenfajta személyeskedésnek azt mondja, melyenek úr nagyon szépen, választékosan fogalmazott, nem volt ez mindig így. Ugye láttuk azt, hogy tudja nagyon szabadon művelni a magyar nyelvet bizonyos telefonbeszélgetések kapcsán, ettől egyébként nem lesz rossz ember, előfordul lesz, bár az beszél az első követ, aki nem tesz időnként, vagy nem használ csúnyább kifejezéseket, nem is az a lényeg. A lényeg az az, hogy a telefonbeszélgetésből nem úgy tűnik, vagy a lehallgatott beszélgetésekből, mintha csak pusztán szakmai egyeztetés szintjén tartaná, vagy tartotta volna a kapcsolatot S. Györggyel, hanem úgy tűnik, hogy egy kicsit mélyebb, közvetlenebb emberi kapcsolat is van önök között. Ez már kicsit aggasztó, vagy ez már talán adhat okot aggodalomra. És hadd vigyem tovább azt, hogy többen elkezdték, de senki nem vitte végig ezt a történetet. Ugye, amit a sajtóból tudni lehet, az körülbelül az, hogy Sárdló Györgynek a szemét nagyon szúrta egy végrehajtónak a működés, akit ki akart rugatni. Ennek kapcsán is megkereste önt, vagy önhöz fordult, aki, ha jól emlékszem, a fővárosi törvényszék elnökéhez irányította őt, és a fővárosi törvényszék vezető pedig azt közölte ezzel a hétpróbás imposztor végrehajtó vezérrel, hogy kirúgni ugyan nem tudja azt a bírót, akinek az állásfoglalása miatt nem tudják eltávolítani a rakoncátlankodó, nyilván nem elég jó tejelő, vagy egyáltalán nem tejelő végrehajtó kollégát, kirúgni nem tudja, de a diszkomfort érzetet el lehet érni azáltal, hogy ne érezze jól magát az adott bíró a munkahelyén. Nem érzi-e ön, hogy ennek kapcsán lenne teendője? Mert a történet itt nagyjából véget ér, legalábbis az a része, amit ebből tudhatunk, hogy itt valami meg kellene szólalni, cselekedni kellene. Azért az mégiscsak elképesztő, hogy egy köztestületnek az elnöke, aki úgy tűnik, hogy egy sokáig svájci órami pontossággal üzemelő bűnszervezetet üzemeltetett, a legmagasabb szálakig azért ezt hallgassuk már el, hogy mintha minden nagyon rendben lenne, Vejkei bizottságáról önök ezzel kellene foglalkozni, hogy Répás államtitkár úr dísztelen elődje milyen ügyekbe keveredett? Hogy a létező legaljasabb bűncselekmény sorozatban úgy tűnik, hogy érintett, amikor magyar embereket fosztottak ki, ingatlan és ingóvagyonukat, fizetésüket, jövedelmüket elvonva, végrehajtó hiénák csak azért, hogy egyre jobban gazdagodjanak és tudjanak teljelni Sadlőnek, a gazdának, Völner párnak, még ki tudja, hogy kinek az eljárás jelenlegi állása szerint. Hát ilyen körülmények között nehogy már úgy tegyünk, kenetteljesen, hogy itt minden annyira nagyon rendben lenne. Próbálunk úgy tenni, hogy itt persze el fogják fogadni a beszámolókat, én attól tartok, hogy majd ez a Sadlő-Völner úgy fog zárulni, hogy végén még a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak azokat a munkatársait fogják kirúgni, akik voltak olyan bátrak és precízek,
és valóban igazságszeretőek, akik ezt fölmerték tárni. És vajon ki lehet az Ádám, a Tóni meg a Barbara? Na vajon ki lehet? Hát álljunk már meg egy pillanatra. Ilyen a politika legmagasabb szálaig hatoló ügyben, amikor az OBH elnökét megkérik arra, hogy rugassa ki azt a bírót, aki miatt egy végrehajtót nem lehet eltávolítani, akkor itt minden annyira rendben, egészen elképesztő. Kérdezem, hogy tisztelt elnök úr, hogy nem gondolja el, hogy meg kellene szólalni, vélemény nyilvánítani, vagy konkrét cselekedetig eljutni. Ennek a borzasztó súlyos ügynek a kapcsán, amely valószínűleg nagyon el fog húzódni, tehát félek attól, hogy pontosan a Sedlő-Völner ügy lesz az az ügy, amely nem fogja javítani a bírósági statisztikákat büntető ügyszakban, tehát szerintem nagyon, akár lehet, hogy még fél évtizedes vagy évtizedes nagyságrendig el fogják húzni, nyilvánvaló politikai motivációból és politikai érdekekből, amelyeket sose lehet bizonyítani, tehát nyugodtan lehet mosolyogni ilyenkor az ellenzéki kritikákon, de tudjuk, hogy nagyon sok a kabát, ebben az országban élünk, tudjuk hogy miről van szó. Ezen kívül egyébként főleg kérdéseim lennének, nagyobb rész kérdéseim lennének önhöz. Régi vita, egyébként az ügyészséget kapcsán is el lehet mondani, de most, hogy a bíróságokról beszéljünk, maradjunk a bíróságoknál, a bírói létszám kérdése és a létszám eloszlás kérdése. Van, aki azt mondja, hogy most már, hogy mint elhangzott azért jelentős részben jövedelmi, vagyoni okokból is, egyre több ítélet jogerőssé válik első fokon, és nem kerül másodfokra. Értelemszerűen a rendes rendkívüli jogorvoslatok száma is drasztikusan csökken, hogy így talán már nincs szükség olyan létszámbővítésre. Önnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Ön szerint optimális létszámmal működik most a magyar bírósági szervezet, avagy akár még létszám leépítésben is lehet gondolkodni, vagy ha létszámhiány van, akkor körülbelül hány álláshelyet kellene feltölteni. Ez már régóta érdekel személy szerint engem is, de szerintem foglalkoztatja a közvéleményt, mert személy szerint, bár én nem vagyok jelenleg gyakorló jogász, azt érzékelem a hozzám visszajutott nagyon sok állampolgári visszajelzésből, hogy igencsak elhúzódnak azért még most is az ügyek az átlag állampolgári elvárásokhoz képest. Tehát ebből úgy tűnik, mintha több bíróra lenne szükség, és véletlenül sem tartom valószínűleg, hogy esetleg létszámleépítésben lehetne gondolkodni, illetőleg, hogy főleg a járásbíróságokon megfelelő létszámmal működnek-e a bíróságok, és mondjuk máshol esetleg nem alakultak ki víztek, tehát vannak-e aránytalanságok a rendszeren belül. Nekem is lenne egy hasonló kérdésem, mint amit elhangzott Lukács László Győr részéről, kicsit szélesebb kiterjesztésben. Ugye a beszámolóból két észak-kelet-magyarországi helyszín került ki nevesítve, Ózd és Nyíregyháza. Ez nagyon becsülendő, ez teljesen rendben van. Azt szeretném kérdezni, hogy akár konkrétan Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy akár más hátrányos, nehéz helyzetben lévő megyékben, akár a járásbíróságok szintjén a következő mondjuk 3 évben, hogy csak a parlamenti ciklus keretein belül maradjunk, milyen fejlesztések várhatók, értem ez alatt az épületek felújítását és a valódi műszaki informatikai fejlesztéseket is. Elhangzott, hogy 45%-ra emelkedett a bírák illetménye több lépcsőben, és 12%-kal az igazságügyi alkalmazottaké. Nem gondolja, hogy ez aránytalan? Tehát nem gondolja, hogy belső feszültség, bérfeszültség alakul ki, és nem lenne szükség arra, hogy az igazságügyi alkalmazottak bérét is magasabb százalékos arányban rendezze a Magyar Országgyűlés vagy a magyar költségvetés, mert lehet, hogy ők a szürke eminenciások vagy az zongoracipelők, de azért bizony-bizony nélkülük alig, ha működne, még a jelenlegi szintén sem tudna működni egyébként a magyar bírói szervezet. Végül pedig nagyobb aktivitást várna a Mi Hazánk Mozgalom öntől, és egyébként az egész szervezettől a javaslattételekkel való bombázás kapcsán, ugyanis szerintem pont egy olyan országgyűlésben, ahol talán történelmi mélyponton van a jogász végzettségű képviselők száma, nagyon fontos lenne a képviselőket megkeresni a tekintetben, hogy hogyan tudunk egyszerűsített szabályrendszer kialakítani, mert régi igazság, hogy akár az legegyszerűbb közigazgatás ügyekben, akár egy önkormányzat ügyben, vagy egy nagyon bonyolult polgári peres ügyben is, joggal mondhatják azt az ügydöntő határozatot, vagy éppen ítéletet meghozó jegyzők, közigazgatási vezetők, vagy éppen bírák, hogy
Mi szívesen alkalmaznánk sokkal egyszerűbb szabályokat, sokkal rövidebb ideig tartanának az eljárások, csak hát a törvényhozók olyan eljárásrendet alakítanak ki, amelyek megkerülhetetlen időigényt jelentenek, és legjobb szándékunk ellenére sem tudunk, mondják a döntéshozók, a jelenleginél rövidebb eljárásokat lefolytatni. E tekintetben talán jelentős előrelépés lehetne elérni, mert én itt a dicsinduszokkal ellentétben, és most kevésbé a bírói szervezetrendszerről beszélek, mint inkább általában a magyar közigazgatás egészéről, tisztelet a páratitkító kivételnek, ezt mindig hozzá kell tenni, hogy ne általánosítson igazságtalanul az ember. Azt látom, hogy nagyon nehezen működik az állami gépezet. Sokszor az az érzése az embernek, még egyébként parlamenti képviselőként is, hogy az ingerület átvitel az körülbelül a dinoszauruszokhoz hasonló, tehát rávágunk a farkára, és 3 hét múlva meg 1 hektár föld még megfordul. Hát így azért nagyon nehezen tudunk korszerű államot üzemeltetni, nagyon nehezen lehet korszerű ítélkezési gyakorlatról beszélni. Tehát e tekintetben is kíváncsi lennék az ön javaslataira, hogy hogyan lehetne ezeket a szabályokat egyszerűsíteni, illetőleg egy kicsi csípős megjegyzése, hadd fejezzem be, látva ezt a, hát nem annyira cica harcot, hanem valós harcot az OBT és az OBH, az OBT és a Kúria között, vagy a véleményünk szerint, vagy az OBT-nek egy drasztikus átalakítása várható, vagy esetleg valamilyen formában, még hogyha nem is ezt fogják kitűzni az ászlóra, valamilyen formában a megszüntetése, mert hogyha nem fognak boldogulni egy ilyen szervezetrendszerrel, akkor valószínűleg ezt előbb-utóbb ki fogják iktatni a rendszerből, vagy átkeresztelik más részben, vagy más névre, vagy a személy összetételen felső hatalmi szóval úgy változtatnak, hogy beállítják a sorba, és utána több gond már nem lesz vele. És megint mondom, amíg ez egyébként azt a célt szolgálná, hogy az 1990 előtti rendszert véglegesen magunk mögött hagyjuk, felszámoljuk, megszüntetjük, és egy valóban objektív, pártatlan részrehajlástól mentes igazságszolgáltatást alakítanánk ki, a leglelkesebb híve én lennék ennek, illetőleg a Mi Hazánk mozgalom lenne a leglelkesebb támogatója. A baj az ott van, hogy nem erről szól a történet, hanem arról, hogy egy döntően a baloldali, mindenkori baloldali pártok fennhatósága és ellenőrzése, és adott esetben kézivezérlés alatt álló rendszer helyett egy fideszes kézivezérlés és befolyás alatt álló rendszert alakítsanak ki, és lehet, hogy mennyiségre az ügyek nagy többségére ez nem igaz. Mert nyilvánvalóan itt nem az átlagos politikai érintettségem, még csak véletlenül sem rendelkező, vagy politikailag nem átítatott ügyekről beszélek, mennyiségre ez az elsöprő többség. Aki ezt mondja, annak kétségtelen igaza van. Lehet, hogy mennyiségre, darabszámra az ilyen ügyek a ritkábbak, szinte elenyésző arányban vagy hányadban kerülnek elő, de ezek vonják maguk a közvélemény figyelmét, ezek kerülnek a média célkeresztbe, ezek válnak igazán híressé, érdekessé, fajsúlyossá, ezek foglalkoztatják a szakmai közvéleményt is, és emiatt alakulhat ki bizony legtöbb alapos okkal az elképzelése az átlag választópolgároknak is, hogy erőteljes politikai befolyás volt egyik oldalról, meg van most arról az oldalról, amelyik a hatalmat már 13 éve folyamatosan gyakorolja, hogy a felmerült kérdésekre nagyon kíváncsian várom az ön válaszát, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen! Miénk a jövő? Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.